A 356,8 méter magas Leánykőhegyen egy 50 méter hosszúságú függőleges homokkőfal előterében áll a körülbelül 4,5 méter magas Leány vagy Jánykő elnevezésű különleges homokkő képződmény. Az oligocén harmadidőszaki kovás tengeri üledékben úgynevezett pétervásárai homokkőben kialakult különálló kőtorony kiemelkedő geológiai, tájképi értéket képvisel. A kőoszlop tetején az elkeskenyedő nyak felett van a hatalmas fej, az oldalán pedig különböző nézőpontokból megfigyelhető vállak, dudorok láthatók, melyek némely képzelőerővel egy palóc népviseletbe öltözött leány alakot formáznak. A szikla alakzathoz helyi monda is társul, melynek egyik változata palóc tájszólásban így hangzik. Elment az ember a Jánykőhöz kaszálni, mert volt ottan jó kaszálóhely. Aztán az apjának vitt ennyi, azt az úton olyan éhes volt a Jány, hogy megette az ebédet. Azt kérdezte Jányától, ha ebédet meg nem hoztál? Azt mondja, hogy nem. Azt mondja, megetted? Kőé változzak, hogyha megettem. Aztán a Jány meg kőé változott. Azért hívják ezt a nagykövet, kősziklát, Jánykőnek. Jelenleg kiépített turistaút vezet a szikla alakzathoz.